11 előszűrésen keresztül jutott csapat tartott egy egyperces előzetes prezentációt a saját projektje vonatkozásában. Vizuálisan fogjuk megítélni, hogy ki az a négy, kérem a szavazatokat. És ez alapján kiválasztásra került négy olyan innovációs ötlet, akik utána csapatokat alkotva részt vettek egy startup tréningen. Az ötletem az egy Range Extender utánfutó, ez a villamosautók rövid hatótávolságának a problémájára kíván egy megoldást kínálni, ez gyakorlatilag egy akkumulátor lenne egy utánfutóba építve, amit opcionálisan ugye felcsatolható lenne az autóra, hogyha hosszabb távolságokat szeretnének vele megtenni. Új generációs motorkerékpár első futóművet fejlesztünk, aminek lényege, hogy a pilóta ütközésnél kevésbé sérüljön. Mi ötletünk, amit kifejleszteni szeretnénk, az egy vezetés technikai tréner mobil applikáció. A legnagyobb kihívása a pitcheknek, hogy úgy ragadja meg a hallgató, tehát a befektető figyelmét, hogy az információt is átadja, és emellett ugye tartalmi, érdemi választ adjon rövid időben. Kreatív és motivált fiatalokkal találkoztam itt az előadások kapcsán, és igazából az volt a nagyszerű, hogy mindezt egy percben nagyon gyorsan, lényegre törően össze tudták foglalni, és azt gondolom én is azért egy 4-5 projektre úgy szavaztam, hogy akár üzletképes is lehet, úgyhogy remélem, hogy sikerül hozzá a befektetői környezetet is megtalálniuk. Előre fel kell készülni, előre meg kell tulajdonképpen írni, minimum fejben, de nehogy Isten akár ténylegesen írásban is, hogy hogy lehet egy relatíve sok információt tartalmazó helyzetet letömöríteni pár mondatba. Azt gondolom, hogy ezek az ötletek már olyan ötletek, amelyek megütik azt a szintet, ami a továbbvitel szempontjából fontos. A támogatásaik is segítséggel ezekkel pénzt lehet termelni. Bár sok ember ezt nem szereti, de alapvetően a pénz, hogy mennyit tud egy projekt összehozni, az egy értékmérő. És ebben mind a négyben azt láttam, hogy ebből lehet pénzt csinálni. Azért jöttem el a workshopra, mert úgy gondoltam, hogy ez egy társadalmilag hasznos termék, aminek lenne piaca, viszont szeretnénk segítséget kapni ahhoz, hogy a műszaki termékből, a termék ötletből, aztán prototípus és végül egy termék is születhessen, és ez nem elegek a mérnöki tanulmányok és tudás, hanem egyéb ismeretekre is szükségünk van. Ami érdekes volt a workshopon, hogy nagyon sokat segítettek a csapat struktúra kialakításába, illetve egy sikeres startup vagy vállalkozás előmenetelében, kifejlesztésében. Egy piacra dobható ötlettel se tudtuk volna ezeket a kérdéseket úgy megválaszolni, hogy abban ne legyen hiba. Itt most ugye négy projektet néztünk meg egy kicsit alaposabban. Mind a négy projekt, tehát azt gondolom, hogy olyan, ami piacra vihető.